üdvözletünk! A száguldó cirkusznak végre megérkezett az első igazi jelen generációs verziója, ami egy teljesen új játék érkezését vetített előre, hiszen az IGO Engine 4.0-nak köszönhetően nem csak a látvány, de vezethetőség, fizika és prezentáció terén is komoly előrelépést vártunk. Az F1 2015-öt belökve PlayStation 4-ünkben rögtön felkínálja a szezon választásának lehetőségét, ugyanis a 2015-ös mellett a 2014-esen is végigroboghatunk az arra jellemző szabályokkal, csapatfelállásokkal és helyszínekkel. Ez így kétségtelenül jól hangzik, viszont a korábbiaknál jóval szegényesebb a játékmódok felhozatala, mivel időre történő gyakorlás és egyszerű gyors versenyek mellett mindössze egy pro-season lehetőséget kapunk. Ez utóbbi egy olcsó húzás, elvégre csak annyiról van szó, hogy a hardcore játékosok elindulhatnak a lehető legkeményebb ellenfelekkel, minden segítség nélkül teljes versenyszimulációkon kokpit nézetből. Érdemes kipróbálni, de csak nagyon kevesek fogják veszenni azt a rengeteg időt, ami a siker eléréséhez kell. A Codemasters ezúttal belenyúlt az alapokba, szóval a V6-os turbomotorok teljesítményét valóban érezzük ezúttal, ami annyit jelent, hogy a kezünkben lévő kontroll sokkal életszerűbb és melósabb, mint korábban. Már száraz aszfalton is megbüntet a csutkagáz, az 5. fokozat alatt oda kell figyelnünk a kigyorsításokra, főleg a kanyarkijáratoknál, mert megvadulnak a paripák. Sikerült megfelelő irányítást alápakolni az F1 2015-nek, a komolyabb kanyar kombinációkat is könnyebben tudjuk már abszolválni, ha a féktágokkal és az ívekkel zöldágra vergődtünk. Érezhető változásokat érhetünk el a beállítások módosításával is, amiből a kezdők kapnak 5 különféle egyszerűsített választható sablont, de a futamok közben is tudunk bizonyos módosításokat végrehajtani, amik valóban hatással lesznek autónk viselkedésére, menet teljesítményére, ráadásul a gumik is megkapták a maguk is viselkedés fizikájukat. A mérnökünk folyamatosan hasznos tanácsokkal lát el a verseny alatt, és mi is kérhetünk szóban tanácsokat. A szabálytalanságokat, levágásokat, időbüntetéssel jutalmazza a rendszer, már amikor észreveszi, így számoljunk a végső besorolásnál a plusz másodpercekkel is. Multiplayer módokból kapunk jócskán, azonban a matchmaking lassú és nehezen hozza össze a futamokat, ráfér még a polírozás. A gépi intelligencia harciasabb lett, de közel sem okosabb, sőt olykor idegesítőbb a durva lögdösödések miatt. A kerékcseréket pedig még mindig totális spontaneitás nélkül menetrendszerűen vezényli le a futamok során, ez pedig maxi életszerűtlen. A körítés tényleg egészen új generációsnak hat, a száguldó cirkusz szinte megelevenedik a nappaliban, és nem csak a hangulatos bejátszásokról van szó. Az istállóban gubbasztva a verdában a versenyadatokat megnézhetjük az elénk vigyeztett monitoron, nyomon követhetjük a többi pilóta köreit, ellesve az egyes kanyarok trükkjeit, míg a beállításokat a mérnökünktől kapott tableten variálhatjuk. Piszkosul hangulatosra sikerült ezt a részt megalkotni, ahogy ezúttal már a grafikai megvalósítás is komolyabb előrelépést tanúsít. A helyszínek alaposan kilettek dolgozva, Monakóban minden jakta helyén van, ráadásul most már részesei lehetünk a díjátadó ceremóniának és pesgőzésnek, elvégre minden pilótát lemodelleztek. Jó, persze érezzük, hogy lehetnének részletesebbek és élethűbbek is a modellek, valamint a nappali versenyek is kevésbé látványosak, mint az éjszakai vagy az elsős etapok. A dinamikus időjárás változás üdítően hat az F1 2015 megítélésére, arról nem is beszélve, hogy brutális fényhatásokat tapasztalhatunk az éjszakai futamokon, ami kiegészülve a dinamikus napszakváltozással fergetegesen látványos next-gen élményt nyújt. Ezeket az effekteket látva érezzük, hogy komoly előrelépés történt vizuális téren, a tükröződések, csillogások, fényvisszaverődések élethűséggel és jól elkülöníthető anyagmintákkal szolgálnak a játékosok látószervének kényeztetésére. Kár viszont, hogy az autók törésmodellezése a leszakadó kerekeken és szárnyakon túl nem mutat, egy frontális ütközésnél gyűrődhetne kicsit akaszni. Most pedig vegyük le a keresztvizet a játékról, mert már a megjelenés előtt valami furcsa negatív marketing vette kezdetét, ugyanis előtték a fejlesztők, hogy csak a jövőre érkező részben lesz rendes karriermód. Most egy új generációs, látványos, de kicsit minimalista kiadáshoz lehet szerencsénk, ami a jövőre nézve ugyan bizalomgerjesztő, elvégre közel másfél évük lesz arra, hogy tovább polírozzák az F1 2016-ot és rendesen megtöltsék extra tartalommal, elvégre most se osztott képernyős opció, se klasszikus verseny,
békés pilóták, sőt még Young Driver test sincs, ja, meg Safety Car se. Viszont van közel 60 FPS, ami olykor kicsit ugyan megbicsaklik, de legalább konzolokon élvezhetően fut, nem úgy, mint a szörnyűséges PC sportolás, ami rengeteg hibával bír, mondjuk PlayStation 4-en is előfordult, hogy nem indultak el az autók a rajtrácsról. Egy kis bugjavítás, mesterséges intelligencia polírozás, meg matchmaking tuningolás, és egészen rendben lesz az F1 2015, még ha kevésbé tartalmas is, mint elődei. Valahol el kell kezdeni. Az alapok egészen bizalomgerjesztőek, majd évről évre nagyobb, szebb és jobb lesz. Addig viszont tessék türelemmel lenni. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!